Bár Szentesi Laura még csak harmadikos a karcagi nagykun református általános iskolában, de már több sikeres sport és mesemondó versenyen van túl. A matek, az olvasás és a testnevelés a kedvence. A Jégvirág mesemondó versenyen arany minősítést szerzett, kosarasként pedig sok pontot dobott csapatának, így sokszor nyertek. Matek szakkörre is jár, jelenleg az egyik verseny harmadik fordulójánál tart. Voltam a Jégvirág mesemondó versenyen, ott arany minősítést szereztem. A sporton belül kosárlabdázok, és nagyon sok olyan meccsünk volt, és azokon sok pontot tudtam szerezni a csapatunknak. Sokat meg is nyertünk, de sokat buktunk is, meg még olvas matekból járok matek szakkörre, és abból ilyen versenyeken indulunk. Most a harmadik fordulóban járunk, és És egyébként akkor sokat tanulsz, vagy inkább abból élsz, hogy amit az órán elmondan a tanítónénik, és akkor csak egy picit mellé kell olvasni, hogy a házi is kész legyen? Hát igazából abból is meg szoktam tanulni a dolgozatok előtt. De a feleletek előtti igazából nem szoktam, csak a nagy dolgozatok előtt. Néptáncolni is szeret. Az iskolai szüreti mulatságon is fellépett. Itt az iskolában volt egy ilyen szüreti mulatság, és azon táncoltam. Azt mondták, hogy a táncon is nagyon ügyes vagyok. Hát én is szeretem a táncot, meg igazából, mivel az is kicsit sportosabb, azt is nagyon jó. A sport segített neki abban, hogy könnyebben tanuljon, de a heti 3 edzés miatt sokszor otthon is kell tanulnia. Kosáredzéset egy héten 3-szor is van, és akkor a házi nincs kész sokszor, ezért otthon esetleg. Este kell akkor még tanulni? Igen, nagyon sokszor. Kedden, csütörtök, pénteken este tanulok meg, ugye amikor hazamegyek és nekiállok, utána meg hát olvasok meg ilyenek. És mit olvasol szívesen? Hát már kiolvastam a Bet-Pet, Aranyfogakalóz, a Holly a hős, és most Annára számíthatsz. És egyébként te is ilyen kis hős vagy, tehát aki úgy szeret szerepelni, és szereti megmutatni, hogy mit tud? Hát egy kicsit félek az ilyenek előtt, de amúgy igen. Tehát akkor ez a sok verseny azért bizalmat, önbizalmat is növel neked, nem? Igen, nagyon sokat. Bár a versenyek előtt fél, de sok önbizalmat kap a sikerektől. Szülei is nagyon büszkék rá. Nagyon örülnek neki, hogy mindenben ilyen ügyes vagyok, és hogy sok mindenben tudnak rám számítani ilyen szempontból. És akkor egy kis szabadidőd azért csak van olyankor? Mit csinálsz mondjuk hétvégén? Hát nemrég átköltöztünk 2 éve egy másik új házba, és ott a szomszédban van egy kislány, és vele szoktam játszani, de mostanában vasárnap kosármeccsink szoktak lenni, de amúgy meg kicsit szombaton pihenek, játszok, olvasok, meg ilyenek. Vasárnap meg inkább házit csinálunk, meg tanulunk.